Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Ígyártó István, Magyarország korábbi kijevi nagykövete, illetve a külügyi intézet főtanácsadója. Itt van velünk a stúdióban, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Több témánk is lesz, kezdjük egy aktualitással. Az ukrán legfelső tanács múlt csütörtökön elfogadta az ukrán kisebbségi törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló jogszabálytervezetet. A dokumentum pontosítja azokat a kritériumokat, amelyek alapján kidolgozásra kerül a nemzeti kisebbségi nyelvhasználat alkalmazásának módszertana. Ugye ön, amíg Ukrajnában volt nagykövet, addig nagyon sokat dolgozott azon, hogy többek között a magyar kisebbség hangját is hallassa. Ez a mostani döntés, hogy látja, ez felér egy kisebb vagy nagyobb győzelemmel? Hát, ha győzelemnek lehet egyáltalán nevezni, én azért egy kisebb győzelemnek nevezném, tekintve, hogy villámgyorsan történt ez a módosítás, és mint másokszor máskor, most is nagyon rövid idő állt például a kárpátai magyar szervezetek rendelkezésére, hogy tanulmányozhassák ezeket a módosításokat, és én úgy láttam az ő megnyilvánulásaikból, hogy ez messze nem volt számukra elfogadható, tehát bizonyos részein nyilván javítottak ezen a jogszabályon, de a legfontosabb kérdésekben nem hozott áttörést. Melyek a legfontosabb kérdés? A legfontosabb kérdés többek között például, hogy továbbra sem érinti a módosítás, az oktatási törvényt és a nyelvhasználat bizonyos területeit. És ugye ezek a legfájdalmasabb kérdések, hiszen a kárpátai magyarság jövője nagy részt a magyar nyelvi oktatásnak a jövőjén is múlik, és ha itt az iskolák státuszán, ugye az elukránosítása az iskoláknak nem fordul vissza, vagy nem visszafordítható, akkor az egész közösség jövője veszélyben van. Ugye azért érdekes ez a törvény, mert ebben a javasolt változtatások állami garanciát, azt például a tankönyvek ingyenes biztosítása a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak, ez például benne van. Miközben, ha jól értem, akkor azt meg nem szabályozzák, hogy akkor most milyen nyelven történik az oktatás, meg lehet-e akkor csak magyarul, vagy kötelező az ukrán nyelvoktatás, vagy hogy áll ez össze, hogy miközben a tankönyv igen, közben a oktatás egyéb területe meg nem? Én lehet, hogy szélsőségesen fogok most fogalmazni, de én szerintem ennek a 2022-ben elfogadott, és ezek szerint azóta már módosított jogszabálynak a elsődleges célja volt az 1992-es, sokkal használhatóbb és sokkal megengedőbb kisebbségi törvénynek a felülírása vagy leváltása. Nem mást tett ez a kisebbségi törvény, mint a 2017-től folyamatosan a kisebbségek kárára megfogalmazott a legfontosabb kérdéseket érintő, mint az oktatást, nyelvhasználatot, egyebeket, középfokú oktatást érintő jogszabályokat egyfajta újabb keretbe foglalta. Szinte változatlanul. Tehát azoknak a rendelkezéseit nem oldotta föl, nem változtatta meg, nem helyettesítette valamilyen elfogadhatóba, hanem csak, én úgy szoktam nevezni, hogy bebetonozta. Ez azt jelenti, hogy ha most az ukrán parlament például hozzá akar nyúlni ez a kérdéskomplexumhoz, akkor négy törvénnyel kell elkezdenie foglalkozni, amelyek keresztből össze-vissza hivatkozzák egymást, és nyilván egy olyan hálót jelentenek, amiből nagyon nehéz kigabajodni. Az, hogy egyáltalán erre sor kerülhetett, az sem az ukrán-magyar párbeszédnek, vagy az ukrán társadalom belső igényének megjelenése hozta, hanem ez egy kemény feltétele, vagy ajánlása, de ezek szerint inkább feltétele az Európai Uniónak, amelyeket ugye egy pár hónappal ezelőtt fogalmaztak meg, és amelyek a hét ajánlásból az egyik a kisebbségi kérdésnek a rendezése. Tehát azzal, mivel decemberben Ukrajna nagy reményeket fűz ahhoz, hogy az Európai Tanács és Ukrajna tanácsülésén valamiféle újabb kapu nyílik ki Ukrajna számára, szerintem ezért volt ez elsősorban fontos. Ez önmagában mindegy is, mert hogy egy törvényt miért módosítanak, utólag már nem, hogy mondjam, vizsgáljuk, mert hogyha pozitív, akkor használjuk. A kérdés inkább az, hogy ez egy látszatintézkedés, én vagy tényleg tőle. Én tartok tőle, tekintve, hogy a Velencei Bizottság elég kritikusan megnézte ezt a törvényt,
felháborodás is volt Ukrajnában bizonyos nacionalista körökben, hogy milyen, hogy is mondjam, kíméletlen volt velük a Velencei Bizottság, és én szerintem a legvadabb, és még a Velencei Bizottságnak is leginkább szemet szúró dolgokat igyekeztek kiküszöbölni, de tartok tőle, hogy még hosszú út vezet ahhoz, hogy ez a törvény elfogadható legyen számunkra is. A Budapestre akkreditált új ukrán nagykövet nyilatkozott erről a törvényről, és azt mondta, hogy valójában ez a törvény, ez nem a magyarok ellen szól, meg nem a módosított, hanem az eredeti is, hanem sokkal inkább arról, hogy az Ukrajnában élő magyarok is tanuljanak meg ukránul, hogy az ukrán nyelvet védelmezzék, és az ukrán nemzetet védelmezzék. Többek között ugye ilyen dolgok hangoztak el. Ez a gyakorlatban, tehát hogy arra lennék kíváncsi, hogy miért probléma az, hogy mondjuk Kárpátalján valakinek kötelezően ukránul kell tanulni, mert ha csak ennyi lenne, akkor gondolom még nem lenne felháborodás. A kisebbségi kérdés történelme két oldalról közelíthető meg, a kisebbség és a többség részéről. A többség általában mindig nagyon gondoskodó, és azt mondja, hogy elsőben az amiatt aggódik, hogy a többségi nyelvet nem tanulják meg a kisebbségek, és akkor ennek leple alatt aztán lehet mindenféle komoly intézkedéseket hozni. A kisebbség pedig természetesen úgy gondolja, hogy a többségi nyelv indokolatlan erőltetésével az ő jogait csorbítják. Tehát ez a két megközelítés, ez mindig párhuzamosan fut, és a többség részéről mindig egy ilyen fura aggodalom fog meg. Mindig a többség nyelvét igyekszenek és kultúráját védeni. A nemzetközi dokumentumok ezzel szemben elsősorban arra koncentrálnak, hogy azt mondják, hogy igen, illik megtanulni a többségi nyelvet, de hát azért védjük elsősorban a kisebbséget, hiszen az van veszélyben, az beszélik számszerűen kevesebben, annak van kevesebb lehetősége, nem áll mögött egy akkor állam. A magyaroknál abban nincs vita ott, hogy nekik nem probléma az ukrán nyelvoktatás. Az ukrán nyelvoktatás nem. Ugye óriási különbség van a között, hogy egy nyelvet oktatnak, vagy pedig egy nyelven tanulnak. Oktatnak. Igen. Ugye már, és ez itt a töréspont szintén, tehát soha senki, sem Kárpátalján, sem Magyarországon nem kérdőjelezte meg azt, hogy a többség jelen esetben az ukrán nyelvet, azt tanítani kell. A magyar nyelvet Magyarországon, a nemzetiségi iskolákban ugyanúgy kell tanítani. Tehát ez egy megszokott dolog. De az, hogy csak ukránul tanulnak a gyerekek? Az egy óriási különbség. Tehát az, hogyha közben pedig a más tantárgyak és más, hogy is mondjam, iskolai oktatási folyamatban bármilyen esetben erőltetik az ukrán nyelv használatát, az mindenféleképpen egy erős gesztus abba az irányba, hogy elsorvasztani magát ezt a kisebbségi oktatást. Ugye a legnagyobb problémája a kárpátaljai magyarságnak nem az ukrán nyelv oktatása, hanem az ukrán nyelv oktatásának mikéntjével volt. Egy 90-es évek óta zajló kérés, küzdelem, most azokat már nem is akarom elmondani, hogy az első magyar-ukrán szótárt azt Magyarországon adták ki, és ebből szállítottak át óriási mennyiségű Kárpátaljára, hogy a gyerekek tudják használni. Hogy egy csomó oktatási segéletet a Nyíregyházi Főiskolán, az ukrán tanszéken dolgoztak ki, és azt juttatták ki. Tehát az volt folyamatosan a benyomása a kárpátaljai pedagógusoknak, hogy Kijev különösebben nem érdekli az ukrán nyelvoktatás. Adnak feladatot, de nem adnak hozzá eszközt. Ez így van. Elintézték azzal, hogy gyakorlatilag átfedelezték, vagy átborítózták a különben ukrán gyerekek számára készült. Ugye mi is tanultunk annak idején az általános iskolában a magyar nyelvet és irodalmat. El lehet képzelni, hogy mi anyanyelvüként ezt egy ilyen egyértelmű dolognak tekintettük, viszont mivel minden instrukció és minden más is magyarul volt ebben a könyvben, egy nem magyar számára ez mekkora problémákat okozott, hogy megértse és tudjon belőle dolgozni. Itt is az történt, hogy közönségesen az ukrán iskolákban használt könyveket, ukrán nyelv és irodalom könyveket átborítózták és oda tették a kisebbségek elé. Ettől kezdve metodikailag egy kezelhetetlen helyzet állt elő. Tehát folyamatosan az volt a kérés, hogy vegyék komolyan azt, hogy idegen nyelvként kezdjék el tanítani az ukránt a nem ukránok számára, amit persze rögtön politikai kérdés lett, mert jöttek a nacionalisták, és azt mondták, hogy lehet az ukrán idegen nyelv Ukrajnában. Ezt már átéltük más országokban is, tehát tudtuk azt, hogy ilyenkor azt kell mondani, hogy uraim, nem az az értelembe vett idegen nyelv, hanem nem magyar, vagy nem lengyel, vagy nem román nyelvként.
ennek következtében folyamatosan az ideológia és a politika síkjára terelődött, tehát ez a kérdés, ahelyett, hogy megoldott volna pedagógiai szinten. Ugye decemberben az Európa Tanácsnak lesz egy ülése, és sokan beszélnek arról, hogy kap-e Ukrajna menetlevelet az Európai Unióba, amivel kapcsolatban azért sokan szkeptikusak is, hogy lehet, hogy ez elméletben működik, de a gyakorlatban viszont biztos, hogy nem. De úgy tűnik, hogy Ukrajna elkezdett, hogy hogyan azról, hogy az előbb beszéltünk, de mégiscsak elkezdett különböző feltételeket teljesíteni, hogy Ukrajnában tényleg hisznek abba, hogy akár egy belátható távolságra került tőlük az Európai Uniós csatlakozás? Ugye nyilván az adott helyzetben és a háborús veszély közepette az ukrán lakosság jelentős része úgy gondolja, hogy bár nyilván az óriási segítség, amit nyugatról kapnak, az önmagában is hálára kötelezi őket, de a végső, tehát Ukrajna betagozódása valamilyen szinten a nyugati világban lenne a megoldás arra, hogy ne érezzék magukat folyamatosan veszélyeztetve kelet felől. Tehát mind a NATO-nak a támogatottsága az nem volt azért annyira magas, még a háborút megelőzően, de az Európai Uniói egyértelmű, és ez már egy elég régóta napi rendelő kérdés. Ez a biztonsággal, vagy a jóléti elvekkel függ össze? Én azt hiszem, hogy a józan ukrán közeg nagyon nagy részben úgy gondolt, hogy a NATO talán túlzás Ukrajna számára, tehát kicsit nehezen tudta elképzelni, hogy hogyan az elképzelhetetlen, ami most zajlik, sajnos, tehát, hogy mondjuk Oroszországgal egyszer egy fegyveres konfliktus kitör, és ott Ukrajnának támadó vagy védő szerepe van a NATO doktrinájának megfelelően. Az még azért a 2000-es években szinte elképzelhetetlen volt, hogy szerintem nagyon kevesen gondolkodtak egy ilyen forgatókönyvön. De az, hogy az EU-ba bekerülni és az EU-val szoros gazdasági kapcsolatokat kialakítani, még azt megelőzően, az egy nagyon konszernes dolog volt, és igazándiból még Oroszország részéről is elhangzottak ilyen kijelentések a 2010-es évek elején, hogy hát igen, a NATO az szó se lehet róla, de Ukrajna EU tagsága az még Oroszország se. Hát Putyin mondta is, hogy ha gyengíteni akarják az EU-t, akkor nyugodtan gyengítsék, hogy ez volt itt a vége, mert... Nyilvánvalóan ez a cinikus megjegyzés azért annak az időszaknak már a terméke, amikor meg összefügg azokkal a problémákkal, amik Ukrajna és Oroszország között voltak még a háborút megelőzően is. Kétségtelen tény, hogy akkor a országnak az integrálása, sikeres integrációja egy nagy feladat. Tehát egy olyan út, ahol mi nem nagyon járt szerintem az Európai Unió. Ráadásul gond, hiszen nem csak Ukrajnának van valamilyen módon felajánlva egy lehetőség, hanem nagyon régóta zajlik a Nyugat-Balkánnak az integráció előkészítése is. Mert ugye Vučić szerb elnök pont erről beszélt, hogy ő kifejezetten sértőnek tartja azt, hogy Ukrajna beláthatóbb időn belül lehet Európai Uniós tag, mint Szerbia, és hogy őket folyamatosan hitegetik ezzel Ukrajnánál, meg most úgy érzi, mintha tényleg konkrétumok lennének. Az a probléma, hogy azok a tagjelölt országok, vagy akik már egy jó ideje birkóznak ezzel a tagsági kihívással, azok nagyon sok feltételt kell teljesítsenek. És ezért, hogyha azt látják, hogy valakinek meg politikai, vagy bármilyen megfontolásból ezt le akarják rövidíteni, ráadásul úgy, hogy ezek súlyosan problémás ország, tekintve, hogy Ukrajna ugye hát mégis egy háborúban áll éppen, akkor ez hát nem feltétlenül vált ki boldog érzéseket ezekben a körökben. Az az igazság, hogy az ukrán politika valóban körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor erőteljesen fölmerült az, hogy az Európai Unió befogadóbb arcát mutatja Ukrajna felé, akkor egy nagyon ambiciózus tervet dolgozott ki, ami tényleg erősen zavarja szerintem, főleg a nyugat-balkániakat, mert ők úgy gondolják, hogy olyan 2025-re már Európai Uniós tag lehet Ukrajna, és úgy gondolják, hogy ez papíron mindent teljesítenek, és addig, tehát ilyen viszonyatosan felgyorsított ütemben most mindenféle vállalásokat tesznek maguk elé, és akkor egy időben egyfajta újjáépítés és modernizáció is,
és jogszabályi átalakítások és minden megvalósul. Ennek ellenére azért a tagállamok jelentős része szkeptikus. Tehát úgy van vele, hogy sokkal hosszabb időre van arra, ahhoz szükség, hogy Ukrajna valóban egy tagságkapuja küszöbére érjen. Akkor itt érnék rá egy újabb témablokkra, mert hogy Magyarországon is zajlik egy vita azzal kapcsolatban, hogy most Ukrajnához hogyan kell hozzáállni. Nyilván itt a háború kapcsán is előjönnek kérdések, illetve a magyar-ukrán viszonylatban is, illetve Ukrajna, mint Ukrajna viszonylatában is. Most a napokban is volt egy magyarországi történész, aki számos kérdést felvetett azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami az orosz propagandának a része, mi az, ami esetleg tényleg valóság Ukrajnában, és hát ugye ön, aki mégiscsak ott élt, meg ott volt nagykövet, tényleg kíváncsi lennék, hogy ön hogyan lát bizonyos kérdéseket. Ugye az egyik ilyen klasszikus felvetés, ez a voltak-e Ukrajnában biolaborok, mert ugye az oroszok hivatkoznak arra, hogy hát többek között a háborúnak az is célja volt, hogy ezeket a biolaborokat felszámolják, olvasni mindenfélét ezzel kapcsolatban, de mi az, amit konkrétan tudunk ebben a témában? Igen, a közvetlen háború kitörése után az orosz propagandában vagy médiumokban nagyon erősen megjelent ez a kérdés, tehát ez a biolaborok története, aminek hát nyilván az volt a célja, hogy azt mutassa, hogy indokolja azt, hogy már csak ez is egy fontos kérdés, tehát ez is a veszélyforrások egyik, ami leselkedett Oroszországra, Ukrajna felől és a nyugat támogatásába, sőt, hogy is mondjam, megrendelésére. Őszintén szóval én nem láttam hitelt érdemlő bizonyítékot azóta se. Amikor az orosz előrenyomulás második etapjában tavaly nyáron elfoglaltak még újabb területeket Luhansk megyéből, Liszicsánszk városában állítólag újabb dokumentumokat és bizonyítékokat találtak az oroszok, de ez egy teljesen egy oda, ugye oda senki nem tud elmenni, nem tudja ezeket ellenőrizni. Úgyhogy ez megint abba a dobozba került, hogy ez valószínűleg orosz propaganda, vagy orosz vagyis mondja, félrevezetési manőver. Ami tény, hogy valószínűleg voltak biológiai kutatásokat végző facilitások Ukrajna területén. Ilyen Ugrani György erre mondja azt, hogy mindenhol van egyébként. Nem általában az igazságtól, hiszen a Szovjetunióban a tudományos kapacitások és laboratóriumok egy része az természetesen Ukrajna területén volt, hiszen ott állt rendelkezésre az intellektuális háttér és az megfelelő technológia. Ezek amikor a Szovjetunió szétesett, ezek kb. Abba a kategóriába estek, mint minden más katonai jellegű dolog. Ugye komoly félelmek éltek az Egyesült Államokban és másutt is, hogy a Szovjetunió szétesésével ezek a nagyon érzékeny dolgok, mint a nukleáris fegyverek, vagy a biológiai fegyverek, ezek nemhogy illetéktelen kezekbe kerüljenek, ezért az Egyesült Államok elég jelentős összeget biztosított az úgynevezett utódállamok számára, hogy ezektől megszabaduljanak, illetve ezeket valamilyen szinten így le tudják zárni, vagy ilyen biztonságos tárolásra alkalmassá tenni. Ez Ukrajnát is érintette, de ezek teljesen nyílt minden évben. És ezek nem a napjaink történetéhez tartoznak, ha jól értem. Ez a 2000-es évek, de tulajdonképpen akkor, amikor a Szovjetunió örökségének a felszámolása beindult, és az országok olyan állapotban voltak, hogy tudtak ezzel foglalkozni. Ezt be is vallják az amerikaiak és az ukránok is, hogy ilyen összegek voltak, ilyen célra, ez egy teljesen nyílt folyamat volt, de ezen túlmenően én sem amerikai, sem ukrán részről nem láttam semmiféle beismerést, vagy semmiféle olyan ami alátámasztotta volna ezeket a vádakat. Egyébként a biolaboroknak a léte az általában ilyen nyílt és transzparens, vagy azokat általában azért akár nemzetbiztonsági, akár másokból igyekeznek is titokban tartani? Ugye mindenféle biológiai kutatások nyilván folynak az ország legtöbb, vagy a világ legtöbb országában, hiszen egy konkrét példát mondva, én azt hiszem, hogy Ukrajna a Szovjetunió szétesése után eléggé gyenge lábakon állt ebben a dologban. Ezt inkább arra alapoznám, hogy nagyon sokszor voltak járványok Ukrajnában, nagyon már szinte elfelejtett komoly járványok, mint diftéria, vagy
DBC vagy egyéb problémák, és mi rendszeresen például a magyar diplomácia biztosítottunk vakcinákat, egyebeket, kisegítettük, ha tetszik, mert Ukrajna nem volt sok tekintetben önellátó, hogy ezeket a újabb és új vírustörzseket, vagy ezek ellen sikeresen védekezni tudott volna. De hát én azt hiszem, hogy ez a biolabor történet, ez egy erőteljesen inkább a háborús propaganda által fölmelevenített, vagy fölfújt dolog, mint amennyire reálisan egyfajta veszély lett volna Ukrajnában. Jöjjön akkor a következő téma, ez pedig az ukrán földeknek a kérdése, amivel kapcsolatban gyakran elhangzik, hogy különböző amerikai befektetési alapoknak, vagy amerikaiaknak a tulajdonában vannak az ukrán földek. Aztán van, aki meg azt mondja, hogy ez teljes fikció, mert hogy földeladási tilalom volt, és hogy nagyon sok helyi külföldiek nem is vehettek, vagy külföldi cégek nem is vehettek földet Ukrajnában, de mondjuk azt Magyarországon is láttuk azért, hogy milyen az, amikor repszerződésekkel megoldották ezeket a kérdéseket. Mi az, amit a földeknek a tulajdonlásáról tudunk Ukrajna esetében? Ugye a Szovjetunió öröksége az volt, hogy a földek nem lehettek magántulajdonba semmilyen szinten. Ugye ezek úgynevezett kolhozok és szovhozok mentén szerveződött az ukrán agrárium, és a 90-es években, amikor a nagy átalakulás zajlott, és az élet minden területét érintően, ugye meg kellett szabadulni valamilyen szinten a szovjet örökségtől, és egy új szisztémára átállni, akkor hát ez elég kaotikusra sikeredett, nem csak az ipar, hanem a mezőgazdaság területén is. A Ukrajnának, ha jól emlékszem a számra, akkor ilyen durván 33 millió hektár megművelhető területe van. Ennek egy jelentős, valóban szignifikáns része az a bizonyos Csernozjom, tehát ez a fekete föld, ami azért nem az már, mint a 19.-20. században, hiszen ez egy sajnos Ukrajnát is érinti a föld kizsarolás, a éghajlatváltozás és minden, de még mindig egy nagyon komoly és nagyon figyelemre méltó mezőgazdasági potenciál ez. Ha nem tévedek, akkor körülbelül ebből a 33 millióból, hogy kezdetben 5 milliót sikerült ilyen nagy agrárholdingoknak megszerezni. Ezek ukrán tulajdonosú, de aztán előbb teljesen változó tulajdonosú struktúrájú holdingok voltak. De ez hogy akár már nem ukrán is? Ezek általában többségében külföldi ilyen, minek hívják ezeket, ilyen adóparadicsomokba, vagy offshore cégek. Mondjuk, hát ilyen, nem akarok országokat és szigeteket megnevezni, de ilyen helyeken bejegyzett cégek, nemzetközi háttérrel, általában a kezdetben kizárólag ukrán tulajdonossal, csak adott amelyek mögött, így van, amelyek mögött szépen azért most már egy jóval színesebb tulajdonosi struktúra van, ez kb. 12 darab hatalmas holding, ezeknek a kezében van ez kb. 5 millió hektár, ami viszont, ugye, és akkor a felmaradó részben állami tulajdonban maradt én állami föld alapként, erre volt az a bizonyos moratórium, és aztán ennek egy következő részén pedig egy kb. 8-9 millió ukrán úgynevezett kis farmer, vagy kis termelő, vagy ilyen közepes termelő osztozott. A dolog érdekessége az, hogy ebből a jelentős, közel majdnem 10 millió hektáros állami föld alapból a 2000-es évekre úgy eltűnt, vagy olyan 5 millió szőrén szállt. Tehát a fele. Hát körülbelül a fele. És ez, ahogy ön mondta, ilyen nem igazán követhető úton, azért nagy részt ezekhez a holdingokhoz vándorolt. Ami változást hozott ebben a történetben az, hogy tulajdonképpen már a Poroshenko, tehát a 2015 utáni időszakban is óriási nyomás nehezedett Ukrajnára, és a reform folyamat egy fontos részeként kezelte a nyugat, az, hogy az agráriumban a piaci viszonyokat javítani kell, tehát magyarán meg kell nyitni a föld kérdést Ukrajnában. Ezt Poroshenkoik elodázták, mert azért ennek egy óriási ellenállása volt Ukrajnán belül is, viszont a Zelenszkij kabinetre azonnal úgy nehezedett nyomás, hogy a Zelenszkij által ígért
és tőle várt reformok egyik fő kérdése kell legyen, ez a bizonyos agrár, új agrártörvény. A társadalom részéről helyezett rájuk nyomás? Hát kétlem, inkább a nemzetközi támogatók. De ez még a háború előtti időszak. Ez még jóval a háború előtt. Ugye 2020-ban fogadják el ezt az új agrártörvényt, amely azt kell mondanom, talán nem lesz pontos, de meg nem is lesz túl elegáns, de hogy nagy részt a Világbank és az IMF megrendelésére, tehát az ő elképzeléseik szerint, vagy az a feltételrendszer, amelyen keresztül ők ígérték, hogy Ukrajnában támogatásokat nyújtanak, abban nagyon is beleillesz. Hát ahhoz, hogy Ukrajna jó minősítéseket kapjon, hiteleket kapjon, ahhoz szükséges volt, hogy... Ezt nem én mondom, ezt az ukrán olyan agrár NGO-k mondják, akik az utolsó kikörön szakadtáig tiltakoztak ezen a törvény ellen. Ezt a törvényt végül is elfogadták. A törvény cukormáza, ami a pirulákon szokott lenni, a keserű pirulákon, az, hogy ez sem mondja azt, tehát külföldiek kezébe továbbá sem kerülhet föld közvetlenül, tehát nem lehet számukra átjátszani vagy értékesíteni földet, de belekerült egy nagyon-nagyon sokak által nagyon-nagyon tágra nyitható kiskapu. Ez azt jelenti, hogyha a földtud tulajdonos egy banki tartozás fejében elveszti a földjét, tehát a föld mint egyfajta jelzálog hordozó garancia, és nem tudja az illető teljesíteni visszafizetését a hitelnek, akkor a bank már annak értékesíti a földet, akinek akarja. Tehát a bank akár eladhatja külföldi tulajdonban lévő holdingnak is. Én ugyanisztem, hogy ez van a törvényben, igen. És tekintettel arra, hogy még a béke idején is már az ukrán kistermelők és kistulajdonosok nagyon nehéz helyzetben voltak, egész más dotációs rendszer érvényesült, feléjük is egész más hitel lehetőségeik voltak, mint ezeknek a hatalmas holdingoknak. Azok több milliárdot kaptak olyan ismert szereplőktől a nemzetközi pénzpiacon, mint az EBRD és egyebek, EIB, ugye az Európai Befektetési Bank, sőt a Világbanknak egy nemzetközi, de ilyen magánszférával foglalkozó leányvállalatától is. Addig különböző programok voltak ezeknek a kistermelőknek, de akik hát ugye a semmiből kezdték szinte minimális gépesítéssel, egyebekkel, és hát egész más verseny kategóriába tartoztak. Miért érdekes ez a kérdés? Ez azért érdekes tudnénik ennek a igen jelentős, mondom most már olyan durván 9 millió hektáron gazdálkodó 12 darab óriás vállalat, szinte kizárólag monokulturális tevékenységet folytat. Ez azt jelenti, hogy a három legfőbb nagy területen, vetésterületen termesztető kukorica, búza és napraforgó triumvirátusból valamelyiket állítja elő. És ezek szinte kizárólag exportra mennek. Míg magának az országnak az élelmiszer ellátását szinte teljes mértékben ezek a kistermelők biztosítják. Tehát sokan azt mondják, hogy minél jobban nő majd a nagy holdingoknak, és ezeknek valóban nagyon színes, hát mondok néhány tulajdonost, hogy kik szerepelnek ezekben a cégekben, például Szaúd-Arábia. Nagyon komolyan jelen van. Amerikai különböző befektetési csoportok. Itt lehet itt érzékelni bármelyik nemzetnek a dominanciáját, vagy ez így megoszlik? Ugye itt Amerikát szokták mondani, hogy van ez az általános, hogy Amerika felvásárolt az ukrán földeknek egy részét, de akkor ennél árnyaltabb a kép, ha jól értem. Én szerintem nem a földek nagy része van felvásárolva, hanem a cégekben van jelentős tulajdon szerezve. Ez azt jelenti, hogy lényegében az irányítást ezek a cégek, vagy ezek a tulajdonosok végzik. De még mindig mondom, elsősorban egy ukrán eredeti befektetőnek sikeres vállalkozónak a... Vagy egy oligarchának. Égisze alatt, igen, egy agrár oligarchának. És itt végtelen színes a portfólió. Tehát van olyan tulajdonos, mint például a Norvég Energia Alap, vagy mondom a Szaúd-Arábiaknak egy jelentős tulajdona van. Amerikai egyetemeknek, meglepően még a Harvardot is megtaláltam tulajdonosként ebben a dologban, ami érthető, hiszen önmagában a klímaváltozás korában és
a mezőgazdasági termelés felértékelődésével. Nyilván ezeknek a területeknek, mint Ukrajna, amelyeken, hát azért még óriási a potenciál, hát ott azért érdemes befektetni, tehát nem butaság ez. Az már egy teljesen más kérdés, hogy ugye az egész mezőgazdasági problématika úgy került fókuszba, hogy hová és miként tudok exportálni Ukrajna elsősorban gabonát. Ugye a gabona export, a Fekete-tengeri megállapodás létével, illetve most már nem létével került fókuszba, és ott azért nagyon kemény kritikus hangok hangzottak el, amelyek azt mondták, hogy amiről a látványos politikai vita zajlik, és a nemzetközi közvélemény mozgósítása, ugye az éhező afrikaiak, meg mindenféle országoknak a megsegítése, ami hát nyilván egy létező humanitárius kihívás, de ez valójában 3%-át érinti ennek az ukrán gabonakivitelnek. Az ukrán gabonakivitelnek a legnagyobb része az Európai Unióba, illetve fogózkodjunk meg Kínába irányul, és ezek a nagy része ezektől a holdingoktól származik. Tehát, hogy valójában a legszélsőségesebb kritikusai ennek a kérdésnek azt mondják, hogy amihez a nemzetközi közösség, illetve az ENSZ, meg mindenki más közvetítőként próbál hozzájárulni, az nem más, mint valójában az ukrán export, ami valójában a különböző nagyon régi partnerekhez megy, és ami valóban szükséges az ukrán létezéshez és a fennmaradáshoz, de vegyük le erről ezt a humanitárius állarcot, és nevezzük néven a dolgot. Most a lengyelek, magyarok, szlovákok el is kezdték azért nevén nevezni ezt a kérdést, és úgy tűnt, mintha az ukrán gabonának lenne egyfajta európai piacromboló hatása, lévén, hogy az Európai Uniós gabonára elvileg ugye más szabályok vonatkoznak, mint az ukrán gabonára, ergo olcsóbban lehet előállítani, és a minőségét tekintve GMO és egyéb kérdések tekintetében így már előnnyel indul Ukrajna. Én jártam olyan erdélyi településen, ahol elmondták, hogy most azért nem tudják eladni ott a gabonájukat, mert annyira leverték az árakat, hogy inkább tárolják egyelőre és kivárnak, de olyat is ismernek, aki az ukrán gabonát tárolta be, és akkor lehet, hogy azt egy év múlva el tudja majd adni román gabonaként akár, mert ugye itt azért vannak különböző lehetőség. Igen, tehát ez a másik, amivel a kérdés kritikus megközelítői érvelnek, hogy egy jókora spekuláció alakult ki körül a kérdés körül. Mellesleg ugye ez visszavezet minket az eredeti kérdéshez, hogy Ukrajnának az Európai Uniós tagsága az milyen kérdőjeleket és problémákat vet föl. Ugye az egyik ezek közül pontosan az agrárium lesz. Még normális körülmények között, tehát tételezzük fel, hogy helyreáll a béke, vagy ismét béke van, helyreáll valamilyen szinten az ukrán gazdaság működés, az export útvonalak újból működnek. Gondoljunk bele, hogy Ukrajna mérete is, és mivel ugye az ipari potenciál jelentős mértékben vagy elpusztult, vagy hát nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa, Ukrajna alapvetően egy mezőgazdasági ország lesz. Tetszik, nem tetszik. Ennek következtében mindazon agrárpolitika, ami így is erősen egyensúlyoz, és hát állandó kritika tárgya a különböző tagállamok részéről, és többek között ugye a Brexitnek is az egyik kiváltó oka volt, ugye, hogy a britek ezzel elégedetlenek voltak egyébként. Most el tudjuk képzelni azt, hogy Ukrajna esetében szinte az egész agrár támogatási rendszert át kell gondolni, vagy gyakorlatilag Ukrajna lesz az egyetlen haszonélvezője. Plusz, hát ugye ezek a piaci kérdések. Tehát a gabona került most fókuszba, de korábban például csirkehús volt egy ugyanilyen történet. És azzal, hogy az Európai Unió legnagyobb jó indulattal igyekszik természetesen kompenzálni valahogy a kieső ukrán bevételeket, és elősegíteni az ukrán termékek megérkezését az Európai Unióba, ez óhatatlanul zavarokat kelt, és minden politikai jó szándék mellett is az egyszerű magyar, vagy lengyel, vagy román gazda szemszögéből ez egy lehetetlen helyzet. Ezek a problémák egyébként a háború előtt is megvoltak? Vagy persze. Amikor ön nagykövet volt, akkor például szembesült ezekkel a kihívásokkal? Hogyne, hiszen mondom, a nyilván nem feltétlenül
jól ellenőrzött és megfelelő technológiával készült csirke hús például. Mit evett a csirke mielőtt? Meg mivel oltották, igen, meg mivel hogyan darabolták és dolgozták föl. Tehát az szinte dömpingszerűen elkezdett beáramlani Európába, Magyarországra is, ha jól tudom, és hát ez komoly zavarokat okozott. A következő ilyen felvetés az a fegyverszállítmányokkal kapcsolatos. Ugye a Pentagon iratokban szerepelt az, hogy az Ukrajnába küldött fegyverszállítmányok és pénzek 30%-át ellopják, illetve hogy a fegyverszállítmányok egy része bizonyos hírek szerint feltűnt akár Finnországban, ugye a finn kormány azért erről beszélt, illetve különböző háborús övezetekben, terroristáknál, stb. Ugye itt megint az a kérdés, hogy mi az, ami ebből bizonyítható. Ugye az, hogy Ukrajna korrupt állam, azért ez is így gyakran elhangzik. Engem az ön személyes véleménye érdekelne, hogy mi az, amit tudunk, illetve találkozott-e ön például korrupcióval? Én azt hiszem, hogy igen, ugye azok között, a feltételek között például, amit az Európai Unió felé is teljesíteni kell Ukrajnának, de amit az Egyesült Államok folyamatosan hangoztat, az első helyen a korrupció áll. És vannak olyan ukrán politológusok, akik azt mondják, hogy nem egyik vagy másik kormány vagy elnöki adminisztráció korrupt, hanem a korrupció valóban szinte alkotó eleme az ukrán felépítménynek, és tulajdonképpen igazándiból a politikai küzdelem is azért zajlik, hogy valaki megszerezze a hatalmat, hogy utána ezeket a korrupciós forrásokat, vagy hogy is mondjam, csatornákat tudja működtetni. Ez egyébként valóban egy jó forrás nekik? Tehát, hogy ebből meg lehet gazdagodni? Hát látszik, igen. Hogy az ukrán oligarchák esetében azt lehet hallani, hogy... De hát az oligarchák nyilván nem a korrupcióból, hanem ők a korrupció egyik forrása, amiből olyan lehetőséget kapnak, amiből viszont lehet gazdagodni. A legutóbbi napokban, hetekben érte egy komoly hidegzuhany az Zelenszkij-féle vezetést is, hiszen egy közelménykutatás azt mutatta ki, hogy azok a korrupciós jelenségek, amelyek Ukrajnában ilyen látványos botrányként ütötték fel a fejüket, tehát hadsereg beszerzései, más ügyek, ilyen képviselőköz köthető ügyek, akik kormánypártiak, egyebek. Ezeket most már egyértelműen a közönség az elnöki adminisztrációra is jelesül, az elnökre vetíti ki. Tehát ez egy nagyon komoly megrázkódtatás volt, hiszen eddig azért, hogy mondjam, egy egészen más image igyekezett létezni az elnökről. Hát Zelenszkij volt ez, aki tartja a szekrényt háború idején. Igen. Na most ez azt jelenti, hogy most ilyen látványosan gyors intézkedések születtek, ugye az egyik legnagyobb oligarha letartóztatásával és más ilyen beígért dolgokkal. Azt mondják, hogy valamennyire fokozódik majd a korrupció elleni harc, és mondom, létre is jöttek különböző intézmények, amelyek most már jó Isten tudja, hogy mit fognak egymással kezdeni, mert kicsit látszik, hogy egyeseket azzal vádolnak, hogy nyugati irányítás alatt vannak, másokat pedig azzal, hogy az elnökhöz állnak közel. Tehát a probléma jelen van, ami konkrétan a fegyverszállítások kapcsán érzékelhető volt. Ugye az elején látni kell, hogy a szolidaritás olyan látványosan nyilvánult meg Ukrajnával, hogy tényleg mindenki vitt mindent. Tehát szinte számolatlanul jöttek, és hát ugye Ukrajnának annyi mindenre volt szüksége, a kézi fegyvertől kezdve a nehéz tűzérségen át minden, hogy amit tudtak gyorsan mozgósítani, hát azok nyilván nem a tankok és a nehéz tüzérség, hanem az ilyen kézi fegyverek, általában egy gyalogos katonának a felszereléséhez szükséges eszközök. És ezek valóban ürültek ki a raktárok, és hát ugye abban a kaotikus helyzetben, amikor egyfelől a semmiből kellett egy ütőképes ukrán védelmet kialakítani, másrészt pedig hát ugye mindenkinek a felajánlásai jöttek. Én nagyon az az érzésem, hogy senki nem tudta pontosan, hogy mi hova kerül, vagy csak nagyon nehezen lehetett követni, és ez megteremthette annak a lehetőségét,
hogy különösen a fekete piacon jól értékesíthető, tehát nem nagy és romboló eszközökre kell itt gondolni, hanem sajnos, amiket mondjuk az ember a terroristákkal, vagy bűnözőkkel tud alakulni. Tehát ezeknek egy eléggé nem lebecsülendő része kerülhetett ki. Ez a 30% a Pentagon iratokban, ez reális lehet? Nem tudom, én ugye nem láttam pontos számításokat ellenézve, de ezt sem tartom elképzelhetetlennek. Ugye, ami még így Ukrajnáról sztereotípiaként megjelenik, az a szervezett bűnözés alvilágnak a kérdése. Ez is az orosz propaganda része, vagy Ukrajna ebből a szempontból, tehát a kábítószerkereskedelem, prostitúció, fegyverkereskedelem, embercsempészet, hogy ebben tényleg erősebb erők mozognak Ukrajnában, mint akár más, mondjuk Magyarországon? Hogy mondjam, szétválasztanám közbiztonsággal összefüggő kérdéseket és az ilyenfajta korrupcióhoz köthető, vagy ha tetszik illegális jövedelemforrásokra vonatkozó dolgokat. Igen, én azt hiszem, hogy Ukrajna nem volt se rosszabb, se jobb, mint az általában ezek a szovjet utódállamok, tehát nyilván azzal párhuzamosan, ahogy kiépült egy új valamiféle hatalom és valamiféle bűnöldözés, ezzel párhuzamosan legalább olyan gyorsan megszülettek ezek a, hogy is mondjam, illegális tevékenységet folytató szervezetek. Volt biztos, hogy egy fekete és egy, vagy van is még valahol egy fekete és egy szürke társadalom Ukrajnában. Én úgy gondolom, hogy ezek nem kirívóbbak, mint akár megkockáztatom Oroszországban, de kétségtelenül van, hiszen mondom azzal, hogy az ország önvédelmi képessége vagy immunrendszere az gyengécskébb, mint az átalakulásuk miatt és a folyamatos politikai változásuk miatt. Ez nagyon erőteljesen kedvez annak, hogy ilyen illegális tevékenységek legyenek. Azzal kapcsolatban is van egy vita, hogy vajon Ukrajna az Amerikai Egyesült Államok támogatása nélkül meddig tudna fennmaradni, és ugye vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ha az USA nem támogatná Ukrajnát, akkor Ukrajna abban a pillanatban összeolla. Megmondom őszintén, ezzel kapcsolatban én is szkeptikus vagyok, hiszen azt gondolom, hogy még akkor partizán akciók, a most kapott fegyverek, tehát hogy a katonák talán elszántak lennének, ha csak valami állami döntés nincs ezzel kapcsolatban, és ráadásul vannak, akik azt mondják, hogy már a háború kitörésekor is tartotta magát Ukrajna akkor, amikor egyébként még támogatások nem voltak. De ezzel kapcsolatban ön hogy látja, mert ami megbonyolítja a helyzetet, hogy közben most már az ukrán állam kiadásainak is egy jelentős részét az USA, illetve különböző külföldi támogatások finanszírozzák, hogy meddig lenne életképes akár az ukrán állam, akár az ukrán hadsereg, ha úgy döntene a nyugat, hogy nem támogatja tovább? Hát én ugye szétválasztanám a különböző támogatási formákat, mert egyfelől ugye nyilván vannak a katonai eszközök és általában is egyáltalán a hadsereget támogató különböző felajánlások, és hát van a nem kevés olyan igény, amivel egyáltalán magát az államot kell működtetni. Tehát ha jól emlékszem, ebben az évben már a nyártól különben csökkent a nyugati támogatás, pénzügyi támogatás Ukrajnának. És ez azért okoz gondokat, mert évvégéig még 10 milliárd dollárnyi összeget találnia kell valahol az ukrán költségvetésnek. És képzeljük el, hogy milyen a helyzet, ugye a jövő évi költségvetésben pedig olyan 30-40 milliárdos lyuk tátunk. Tehát itt a lyukat azon értem, hogy az EU, vagy az Egyesült Államok, vagy más szponzorok által felajánlott összeg, plusz azok a valamiféle bevételek, amelyek befolynak az ukrán államkincstárba, azok után a fennmaradó, tehát a körülbelül a átszámolva, hogy mit költ az ukrán állam, úgyhogy fönntartsa a működését, most a civil működésre gondolok, tehát kezdve a kórházaktól egészen az oktatási rendszeren át a mindenféle más közszolgáltatásokat, tehát ott is már van egy jelentős hiány, amitről hát egyelőre nem nagyon tudni, hogy ezt hogyan lehet betömni. Ugye az IMF ad pénzt, de ezt komoly feltételekkel. Ez az kölcsön egyébként? Ezek általában hitelek. Különben Ukrajna nagy részt azért törleszti ezeket a hiteleket. Tehát akkor, hogy megkapja a nyugati támogatást, annak egy része elmegy hitelt törlesztésre? Hát jobbára, igen.
Tehát ez is van. Tehát, ugye ezek a visszanemtérítendő támogatások, főleg amit az USA-tól kap, és akkor ezeknek egy részét adósságszolgálatra kell fordítania. Ennek következtében én nem mondanám azt, hogy azonnal összeomlik Ukrajna, hogyha megáll az élet, de az biztos, hogy az, és ami nyilván az orosz taktikai része is, hogy a társadalmat ki kell fárasztani. Ugye nemrég olvastam egy eléggé riasztó adatot, hogy az erőművi kapacitás olyan 30-40, legoptimálisabb esetben 50%-os készültségben van a télre előkészülve, ami azt jelenti, hogy egy újabb támadás sorozat éri ezeket a erőműveket, akkor ugye Ukrajnában megint súlyos energiaellátási problémák keletkezhetnek. Tehát megint a téltől reszketni kell. És ugye tavaly egy enyhe tél volt. Tavaly egy enyhe tél volt, és így is eléggé megviselte nyilván a lakosságot. Tehát azt hiszem, hogy ha összeomlásról nem is beszélhetnénk, de az életszínvonal jelentős zuhanása, a bérek ki nem fizetése, a hirtelen leálló működések következtében a lakosság fáradtsága, és egyre inkább úgy mondanám, hogy a tűrőképességenek a határai, azok nagyon közel jönnének. Ugye azt látjuk, hogy az állami szektorban dolgozóknak a bérének egy részét már nyugati támogatásokból fizetik. Egyáltalán ezt, mert ugye most ma például John Kirby, a Fehérháznak a nemzetbiztonsági tanácsadója azt mondta, hogy Amerikának még néhány hétnyi forrása van arra, hogy Ukrajnát támogassa, aztán, hogy ezt hogy értette, az megint egy külön, mert hogy mi szól a sajtónak, meg mi szól a politikának, az szerintem egy külön kérdés, de hogy például az, hogy ennyi ideig tudnak béreket fizetni, az most még egy évig például garantálva van a már korábbi támogatásoknak köszönhetően, vagy pont az ön által is említett költségvetési hiányok miatt itt tényleg gyakorlatilag folyamatos lélegeztetőgépre van szüksége Ukrajnának? Szerintem folyamatos zsonglőrködés zajlik az ukrán pénzügyminisztériumban, és nyilván a bevételek függvényében igyekeznek bravúrosan valahogy biztosítani az ország működését. De mondom még egyszer, abban a pillanatban, hogyha ez a támogatás csökken, nyilván Ukrajna lehetősége is jelentős mértékben csökkennek. Tehát, és itt mondom még egyszer, nyilván a háború folytatásához a forrásokat át fogják irányítani, tehát azzal nem lesz gond. Nem kis mértékben azért, mert az ukrán katonák jelentős része is komoly pénzeket kap azért, hogy ő a fronton. A hivatalos állománynak a... Persze, tehát ez nem csak, tehát ők ugye hát valamiből a családjuknak élni kell, és egyebek. Ugyanakkor viszont nem látszik az egyelőre, főleg, sőt, inkább az látszik, hogy a rombolás egyre jobban kiterjedt, tehát ugye folyamatosan lövik az infrastruktúrától egészen az ipari létesítményig most már mindent az oroszok, meg kölcsönösen is igyekeznek. Ennek következtében ugye nem nagyon várható, tehát azt is látni kell, hogy jó, hogy a menekültek egy jelentős része nem tért még vissza. Tehát azokkal egyelőre nem nekik kell foglalkozni, de mi van akkor, hogyha ott is elfogy, tehát a támogatásnak az a része is megáll, például már vannak hangok, hogy menjenek vissza ugye a menekültek, mert most már nem akarják őket tartani, vagy vendégül látni. Tehát borzasztó törékeny a helyzet, még a mostani viszonylag nagy lelkű támogatások mellett. Én azt hiszem, hogy minden csökkenés ennek a támogatásnak az nagyon komoly dominó effektust indít el, és nagyon-nagyon megnehezíti Ukrajna jövőjét. És akkor egy utolsó felvetés a Zelenszkij támogatottságával kapcsolatos. Vannak, akik azt mondják, hogy tudományosan mérhető tény, hogy az ukrán lakosság többségében, teljes mértékben Zelenszkijt támogatja, és hát vannak, akik meg azt mondják, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség a lakosság körében. Ugye most ön is felsorolt egy csomó érvet pro-kontra, hogy miért lehetne, vagy nem lehetne Zelenszkijt támogatni. Mi lehet a valóság? Ugye nagyon nehéz ez, mert most 1000 ember telefonon felhívva, abból még nagyon nehéz leszűrni a társadalom tényleges véleményét. Szerintem ez ugyanabban a kategóriában tartozik, hogy az ellenálló képesség hogyan változik a társadalmon belül. Tehát ez ugye lelkiállapot, hangulati kérdés is,
hiszen addig, amíg a múlt évben még sikerekről beszéltünk, ugye a Harkovi, Hersoni, egyéb sikerekről, a háború most már a rendkívül kegyetlen formájába lépett. Tehát ez a húsdaráló, vagy nem tudom, milyen csúnya szót használják erre. Ugye látszik, hogy a déli és keleti irányba menő ukrán támadások rendkívül nagy veszteségekkel járnak, és akkor rendkívül kis sikereket hoznak. Tehát igazándiból 100 méterekbe, vagy néhány 100 méterekbe mérhető az, hogy milyen előrehaladás történik. És nem sikerült azokat a reményeket se valóra váltani, hogy Oroszország egyre kevésbé lesz képes ezt a háborút a maga részéről továbbvinni. Tehát úgy tűnik, hogy egyre pusztítóbb eszközöket vetnek be az oroszok is, és egyre tökéltebbek abban, hogy ők valamerre végigviszik ezt a történetet. Sietnek, vagy azért a gyorsaság? Hát sajnos úgy tűnik, hogy nem. Tehát ők azt is... Ez sajnos egyébként? Hát olyan értelmes sajnos, hogy ez a békétől távolít minket, hiszen hogyha az oroszok azt mondják, hogy ők az idők végezetéig fent tudják tartani ezt a fajta kimerítő háborút. Ezzel és úgy tűnik, hogy fent tudják, nem? Úgy tűnik, hogy igen, és ezzel egyértelműen azt üzenik az ukrán lakosságnak és az ukrán politikai vezetésnek, hogy ti viszont nem biztos. Ennek következtében ez nagyon-nagyon erősen azt jelzi, hogy a Kreml nem feltétlenül akar tárgyalni még egy. Tehát Lavrov beszélt is arról, hogy tűzszünetről nem is akarnak tárgyalni, mert hogy azzal már egyszer az ő értelmezésük szerint átverték őket. Igen, és ugye ez a problémája az Zelenszkij elnöknek is, aki nyilván azzal, hogy elég magasra súfolta a várakozást részben a nyugati közvéleményben, részben pedig az otthoni közvéleményben, hogy az ukrán hadsereg képes és alkalmas arra, hogy egy jelentős területi visszafoglalással előnyös pozícióban párhuzamosan az, hogy Oroszország meggyengül és elszigetelődött. Tehát, hogy ezek hogy olyan szerencsés csillagzatot alkotnak, ami belátható közelségbe tesznek, hogy nem csak egy békét, hanem egy ukrán győzelmet is. Itt hát ez egy nagyon nehéz helyzetet teremtett az elnök számára, hiszen hogy ezek közül semmi nem teljesül, vagy részben teljesül csak, ugye, akkor abban a pillanatban őt teszik ezért felelőssé. A másik az, ez a nagyon erős központosítás. Tehát ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte egy elnöki diktatúra van most már Ukrajnában. De ez háború idején indokolt, vagy ez már az indokoltnál több? De hát ugye nyilván, hogy mondjam, annak idején, amikor Churchill a háborús kabinetet vezett, akkor ő is 5 darab minisztert tűrt meg, ha jól tudom, maga mellett. Tehát azért nyilván nem akarom a kettőt összehasonlítani, meg nem is lehet, de valóban egy ilyen kiélezett helyzetben azért a központosított vezetés nem idegen az országoktól. Tehát úgy gondolom, hogy az elnöki hatalom olyan mértékben koncentrálta most már a saját irányítási vektorait, hogy innen elengedhetetlen az, hogy most már a kudarcokat is az elnökkel és az elnöki hivatallal azonosítják, nem csak a sikereket. Tehát amíg még tavaly nyáron nyilván Zelenszkij és mint vezető, és mint háborús, hogy is mondjam, hős, vagy a háború ukrán részről egyértelmű vezére jelent meg, ez most már azért repedezni látszik. Tehát látszik, hogy a sikertelenség és a nehézségek miatt azt mondják, hogy igen, ezért is az elnök is köre a felelős. És azzal is, hogy tulajdonképpen igazándiból nem látunk kiutat ukrán részről, tehát nincs B-variáns, nincs az, hogy milyen tehát meddig akarjuk elvinni a háborút, vagy mi az a pont, ahol egyáltalán fegyverszünetre is hajlandóak vagyunk. Tehát ez a végső győzelem, ez egy nagyon jól hangzó dolog, de ha mi van, ha nincs. Tehát akkor abban a pillanatban a magának az embernek, akit ezzel azonosítanak, nagyon nehézé válik a helyzet. De akkor most, ha megnézzük, akkor azt ki lehet jelenteni, hogy Zelenszkijnek még mindig többségi támogatása van? Szerintem igen. Ugye nyilván ön is említette a mérési nehézségeket.
nagyon furcsán osztik meg a közvélemény, és hát nyilván az is tudjuk a közvéleménykutatásokból, hogy a kérdés legalább olyan fontos, mint a válasz. Itt is ugye a között, hogy ha úgy teszik fel a kérdést, hogy ön szerint akar... Szerencsé, hogy Putyin legyen Ukrajna vezető. Mondjuk, de itt konkrétan az egyik, azt hiszem a Razumkov intézet, ami nagyon megbízható társaság, ő mérte azt, hogy körülbelül hogy oszlik meg a lakosság a Oroszországgal való békeháború kérdésében. És valóban jelentős, tehát olyan 40-valahány százalék volt az, aki azt mondta, hogy semmi, tessék legyőzni Oroszországot, és nem tárgyalunk semmiről. Viszont a fegyverszünettel, meg az azonnali tárgyalásokkal egyetértők száma összességében több volt. Tehát 50% fölé került. Ez azt hiszem, hogy a háború kitörése óta nem fordult elő. Tehát ez mindenféleképpen a kifáradásnak, tehát a közvélemény erőteljes kifáradásának a jele, hogy azt mondják, és hát mondom, még nem vagyunk a legnehezebb időszakban. Az a tél, az a teszi? Tél. Hát a mostani télre. Persze, amikor ugye a hadisikerek esélye még jobban csökken az időjárás miatt, ugyanakkor viszont a nehézségek azok sokszorosára növekednek. Így, Ertó István, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a meghívást.